Hagyományteremtő célra rendezzük meg most először a Borona pikniket, ahol az alapötlet az, hogy a végzős vagy végzés előtt álló diákjaink a szüleik előtt számot adjanak tudásukról, bemutassák azt, hogy mit tanultak itt az elmúlt 5 évben, 3 évben, illetve erre az eseményre gazdákat is hívtunk meg, hogy ők pedig lássák azt, hogy mit tudunk, mire képes az iskola. Ezen a rendezvényen most első alkalommal 20 diák vesz részt, 20 diáknak a szüleit hívtuk meg, és vásárhelyi, makói, apátfalvi környékbeli gazdákat invitáltunk erre az eseményre. Mezőgazdasági gépészeket és gépésztechnikusokat nagyon keresik a környékünkön. Az iskolára most már egyébként az jellemző, hogy nem a makói járásból, hanem a környékből, makói járáson túlról érkeznek az is diákok. Most jelen pillanatban a 350 diákunk közül 270 bejárós, ami azt jelenti, hogy nem sok makói van, viszont makói gazdák körében nagyon nagy érdeklődésre tart számot, hiszen ők szeretnék itt tartani ezeket a diákokat, szeretnék, hogyha náluk is munkát vállalnának, és hát hogy ez a fizetéseken is meglátszik ez a versenyhelyzet, és most ezt kínáljuk föl, hogy egy ilyen konkrét megbeszélések valósulhassanak meg a diákok és a leendő munkaadók között. A diákok részére azért is jelentős, mert meg tudják mutatni a vállalkozóknak, hogy mit tanulnak az iskolában a szakmájukról, és be tudják azt is mutatni, hogy hogy vannak felkészülve, és hogyan tudnak majd az iskola végeztével munkába állni, milyen tudással. A vállalkozók részéről meg azért fontos, ugyanis a mezőgazdaságban azért nagyon fontos, hogy jó szakemberek legyenek, gépészek főleg, mert tehát lássuk azt, hogy milyen diákokat tudunk esetleg későbbiekben foglalkoztatni. Az egyik kapcsolódó rendezvényünk az egy magbőrze, ami általában a kertbarát körök között szokott lenni, nem szokták nyilvánosságra hozni, a kertbarátok egymás között magvakat cserélgetnek. Ezt a rendezvényt integráltuk most be erre a mi Borona piknikünkre, ahol az iskolában dolgozó vagy tanuló diákok által termelt növények magvait is szeretnénk bevonni ebbe a magbőrzébe. És a másik kapcsolódó rendezvényünk az a Driver Hood autós iskola, akik motoros, nagymotoros ügyességi vagy közlekedésbiztonsági bemutatóval készültek, illetve veterán autókkal készültek. Ők azért fontosak az iskola életében, mert a Galamb József autós iskola mellett az iskolában jelenleg 80 tanuló traktoros jogosítványának a megszerzésére csatlakoztak ők be, hiszen ezt egy a mi infrastruktúránkkal nem bírtuk volna, így egy nagy autós iskolának a segítségével ezt megoldjuk. Éppen ilyen munkaerő hiányba szenvedünk, mint traktoros, és akkor erre esetleg jó példa, mondom, akkor eljönnek is, akkor helyszínen megnéznék azt, hogy mégis ilyen bemutatók, hogy mégis srácok milyen technikával, meg milyen rátermettséggel csinálják ezt az egész dolgot, és akkor ezért szeretnénk itt a tanárok segítségét kérni, hogy mégis tudnák egy kicsikét közelebb a fiatalokon hozzáférni, ha esetleg végeznek a iskolával, hogy a munkavállalót esetleg munkavállaló, vagy munkát vállalnak ebbe a mezőgazdaságba, ha van hozzá kedvük, hát ezért jöttünk ide tulajdonképpen. Nagyon megtetszett a tanároknak a hozzáállása, meg a segítsége, tehát ez nagyon, nagyon kedvező. Én nekem édesapám is ide járt, tehát még 60-as, 70-es években, és ugye akkor is jó volt, már híre volt az iskolának, most is ugye van, ez a Csongrád megye egyik legjobb mezőgazdasági iskolája. A
tanítás, tehát a tanárok azok nagyon jók, meg lehet tanulni minden alapot, ugye tovább is tudja magát képezni az ember úgy, mint én a technikussal, és hát igazából ezért fontos a nap. Készültünk rá rendesen, tehát múlt héten, meg ezen a héten is végig. Itt hátul, ahol a motorosok vannak, itt állítunk fel egy rutinpályát, hogyha ők abba hagyják, és ott fogunk traktorral meg pótkocsival manőverezni. Tehát van egy 8-as alapú pálya, azt megcsináljuk, és torotni kell pótkocsival. A mezőgazdaság az mindenféleképp lehet egy jövőkép a fiataloknak, nevezetesen azért, mert enni mindig kell az embereknek, és mindig is szükség lesz élelemre. Na most ennek a megtermeléséhez mindenféleképp szükséges az, hogy jó szakemberek dolgozzanak a mezőgazdaságban, és nem feltétlenül felsőfokú szakemberek kellenek, hanem tehát egy vállalkozásban, hanem inkább olyan szakemberek, akik igenis fizikai munkát végezve tudnak a termelésbe beleállni. Vannak nálunk olyan kollégák, akik a gazdakörnek tagjai, vannak olyan kollégák, akik növényvédelmi szakmérnökök, így kapcsolatban állnak a gazdákkal, vannak olyan gazdák, akiknél már kihelyezve vannak a diákok, tehát dolgoznak utolsó évesként, amikor a traktoros jogosítványuk megvan, így nem volt nehéz kiválasztani, meghívni őket. Természetesen ezt a kört is szeretnénk majd bővíteni. Reméljük, hogy ennek a rendezvénynek a híre elmegy, és jövőre több gazda és több diák vállalja megmérettetést. Szóróanyagokat hoztunk ki, tájékoztató jellegű anyagokat, amik különböző mezőgazdasági kultúráknak a termesztés technológiáját, a termesztés technológiában felhasználható input anyagokat, akár tápanyaggazdálkodás, akár növényvédelem vonatkozásában. A mezőgazdaságnak egyik legfontosabb szegmense a növényvédelem. Ez egy nagyon átfogó dolog. Tulajdonképpen a növényi élet egészen a talajba kerüléstől kezdve a betakarításig, és utána is a talajjal való foglalkozás az nagyon fontos dolog, és úgy gondolom, hogy egy ilyen rendezvényen képviseltetni kell magunkat, hogy tudjunk információt szolgáltatni akár a diákoknak, vagy akár a szülőknek azzal kapcsolatban, hogy is működik ez a növénytermesztés, azon belül pedig a növényvédelem. Kifejezetten most mézet hoztam, mézeket kóstolásra, 6-7 fajta mézünk van itt, hogy a különböző fajtákat, féleségeket megismerjék, és mivel én virágpor munkaidő mellett, tehát virágpor előadással nem foglalkozok, így virágport nem hoztam, de magát viaszt hoztam, hogy egyáltalán ismerjék meg, hogy hogyan is építik ki a méhek, és hogyan is ez a körfolyamat, hogyan is működik. Azért települtünk most ide ki, hogy egy népszerűsítsük maga a mézfogyasztás, ez a méz egyesületnek is fontos szerepe, fontos célja, illetve az iskolában is a gyerekekkel megismertetni a méhek életével, mivel mint megporzók nagy szerepük van a mezőgazdaságban. És már több rendezvényen itt kiállítottunk, hogy egyáltalán ismerjük meg, hogy mi a méheknek a termékeik, a virágport, a viaszt, a mézet, és a különféle mézeket is megkóstolhatják. Mindenképpen szeretnénk kitelepülni a jövőben is, és a többi környező vállalkozást is. Itt a térségben arra fogjuk sarkalni, hogy vegyenek részt ezen az eseményen, és építsenek kapcsolatot az iskolával, az iskolában tanuló diákok szüleivel, a vállalkozókkal. Reméljük, hogy be fog indulni, ez egy első alkalom, kíváncsian várjuk a továbbiakat.